Sziasztok, Zozóka vagyok. Folytatom a The Long Dark játék bemutatását, és akkor ugye sorra veszük még mindig az újdonságokat és az újításokat. Azt elfelejtettem elmondani az előző részben, hogy aki nem ismeri a játékot, hogy mégis ez milyen játék, ez egy túlélő játék. A különlegességét az adja, hogy nem zombi hordák ellen kell túlélnünk, nem trópusi szigeten kell túlélnünk, hanem Kanada északi fenyvesvidéken kell túlélnünk. Elsősorban az elemekkel dacolva, tehát a nagyon nagy hideg és a szeszélyes időjárás ellen küzdünk. Oké, szabad játék. És én nagyon szeretem őt, mert ugye el tudok benne lenni, az amikor szomorú, hogy természetesen még a játéknak vannak még hibái, és akkor itt-ott-amott még nem csak az én hülyeségem miatt, hanem a játék hibái miatt is meghalhatok. Ó, fiúk, lányok, nagyon jó, van szárított belünk. Mit fogunk mi azzal csinálni? Kettőt vettem föl. Akkor két bontott fa... kettő bontott fa kell neki? Na, majd meglátjuk. Fogunk gyártani, vagy hát összeeszkabálni hurokcsapdát. 3x1, 2x1, szuper, jó. Tehát mindegyikből egy kell, hogy legyártsunk ilyen csapdát. 3 az bőven elég. Legalábbis nálam eddig tök jó szokott lenni. No! Mi van még itt nálunk? Oda gyorsan ledobtam a puskát. Nézzük meg azt, hogy mennyire vagyok éhes. És szomjas. Hát egy csipi csöppet... Ó! Azt mondja, hogy csipi csöppet, de a húst is gyorsan meg kellene sütnünk. Mennyi időnk van? 11 óra. Akkor viszont... húst fogunk sütni, szerintem még egy cédrus tűzifa kell majd neki. Húst fogunk sütni. A sült hús az sokkal tovább eláll. Ez most így egyből rányomódott valamiért, hogy tűzgyújtás. No problemo. És el ne felejtsek magamhoz venni egy tűzgyújtó folyadékot is. Mert ugye a múltkor, amikor azt a farkast hát föltrancsíroztunk, akkor elhasználtam egy tűzgyújtó folyadékot, és ennek ellenére sem sikerült a tüzet meggyújtani. Ezt mindig figyeljünk erre, mert bizony valamikor nagyon jól jön majd. Hát és most meg egyből sikerült meggyújtani. Oké, és egyből elkezdjük a húst sütni. Erre lehetőleg figyeljünk oda. És most azért nagyon fontos, hogy én ezt most meg is süssem, ezt a húst, mert most egy darabig nem fogok ide visszajönni. Tehát sötétedésig el leszünk valahol itt kint. A reményeim szerint, ugyanis ha nagyon rosszra fordul az időjárás, akkor megint kénytelenek leszünk bent tölteni az időt. Most van elég élelmünk, tehát ilyenkor egy picit lehet pihenni. Oké, mi van még itt? Egy óra, süssünk, készítsünk vizet. Az a 2 liter víz az nagyon necces lett volna most ott a pont egy óra idő alatt. Tehát inkább a biztosra megyek. Jó, és akkor gyorsan. Most nem nézem azt, hogy milyen hús van nálam. Van olyan, ami egy kicsit romlottabb hús. Itt már van egy 63%-os. Csak az teljesen felesleges. Jó, most nem nézem, gyorsan eszek és iszok. Oké. Hova dobjak le cuccokat ide? Oké. Ugye átmentem a hátizsák, a teljes hátizsák tartalmához, és ugye átváltottam arra, hogy súly szerint rendezze be nekem ezeket a
nálam lévő cuccokat, és akkor most elkezdjük eldobni a nálunk lévő dolgokat. Fuha, 6 szövet kell hozzá, vagy 5. Mindegy, maradjon nálunk. 6. Én úgy emlékszem, hogy 6 kell neki. A botot még össze kell szedni, mert abból meg 15 kell. Nem kell ennyi tűzifa, hogy legyen nálunk. Ő milyen? A fenyőt is ledobhatjuk. Ebből is elég egy, hogy legyen nálunk. Oké. Hulladékfémet is ledobhatjuk. Őt is. Sok kicsi sokra megy. És mennyi helyünk van? Ó, van nálunk tűzgyújtó folyadék. Ez is jó. Szuper. Akkor egyelőre ennyi. És megyünk is, nem húzzuk az időt. Mert ugye most a sütéssel, főzéssel elment a nappali időből, nem kevés. Persze, amíg nincsen jó ruhányzatunk, addig hiába megyünk így kora reggel. Még most is láthatjátok, hogy mínusz 5 fok a hőérzetünk. Tehát ilyenkor szépen elkezdünk már most átfagyni. És az nem jó. Nos, elmegyünk és lerakjuk a nyuszi csapdákat. Ami másnap reggel, holnap reggel, reményeim szerint lesz is benne nyúltetem. Teljesen mindegy amúgy, hogy... nem teljesen mindegy, hogy hova rakjátok le a nyúlt csapdánkat. Lehetőleg ugye olyan helyre, ahol láttok is nyuszikat rohangálni. De ilyen több pont is van ugye az adott régión belül. Én azért szoktam arra menni, amerre most megyek, mert összekötöm a kellemest a hasznossal. És ott azon a részen lerakok nyuszi csapdákat, és tovább fogok menni, illetve... Hogyha élelmet akarok gyűjteni, akkor minden reggel ugye elfrizzem a nyuszi csapdákat, és visszafele pedig szoktam elmenni oda horgászgatni. Illetve még akkor nem is beszélek arról, még egyszer mondom, hogy most egy kicsit elmegyünk egy olyan helyszínekre, ahol reményeim szerint lesz majd nyilvessző például. Ne adj Isten, találhatunk olyan facsemetét, ami a nyíl elkészítéséhez kell. Ezek ugye mind nagyon fontosak. És bármikor találkozunk természetesen valamilyen farkassal, szarvassal, azt lelőjük, mert gyűjtjük a prémeket. No. És hogyha nagyjából, mert ugye én nagyjából már átnéztem itt a terepet. Jó, és ne felejtsük el majd fát is gyűjteni. De azt mindig amikor visszafele megyek és a bázisom közelében lévő ilyen elhullott fákat szoktam fölvenni. Hát, hogy most ne cipeljek például. Ilyen egyszerű... Ó, de láthatok milyen becsapós az a fekete szikla? Ó, annyira nem örülök neki. Nagyon nem örülök neki. Nos, általában itt szoktak nyuszik kergetőzni, de most... De most nem. Ó, de, ott vannak a nyuszik. Ott vannak a nyuszik. Egyszerűbb nyuszit fogni csapdával. Nagyon durván... Nekem támad. Nagyon durván, mit tudom én, rakjunk le egyet ide. Hol is vannak a csapdák? Vagy itt? Itt igen. Helyez. Így, rakjunk le egy másikat is. Mondjuk valahova ide. Nincs igazából jó hely. Ki kell tapasztalni. Hogyha nagyon egy csapda... Látjátok, hogy sok nyuszi van. És egy csapda például nem... tehát, hogy ott sokszor nem lesz majd nyúltetem, akkor azt helyezzétek át máshova. Én most így találom lenne akkor egy pár csapdát. Ez az. És akkor nem arra megyünk, hanem erre. Ezért mondtam, hogy nagyon-nagyon nagy előnyt tudtok kikovácsolni abból, hogyha már ismeritek ugye az adott régiót. És ugye a játék is nagyon érdekes a nehézségi szint, mert itt az elején tényleg küzdeni kell. De a végén, amikor már ugye jó felszeditek magatokat mindenféle
ruházattal, eszközökkel, stb. Akkor pedig már akkor már sokkal könnyebbé válik a játék. Na, annak viszont nem örülök. Ott van egy vadászles, oda megyünk. De pont ott van egy farkas is. Jó. Meg fogunk a farkassal küzdeni. Hát nem, mint hogy rá fogok lőni. Ha nyilat használunk, akkor próbáljatok olyan pozíciót fölvenni, hogy ha rá kell lőjetek a farkasra, nyila, akkor hol fogsz elbuk? Aha, ott van. Vagy gyere ide, te buta. Ott van szarvas is. Hogy a nyilvesszőt megtaláljátok. Tehát ne messzire menjen el éppenség az a nyilvessző. Maradjunk így. Ez igazából elégnek kell, hogy legyen. A francba! Jó, hát ilyenkor... Nem tudom, hogy most miért nem vette fel a húst a szarva, a farkas. Oké, elkezdjük meggyógyítani magunkat. Lehet, hogy túl közel voltam hozzá, pedig még le is googoltam. Nem. Viszont igen, tehát le is voltam googolva. Hát most így jártunk. És ugye jól van megcsinálva a játék, mert elkezdhetjük követni a vérnyomokat. És azért, ha ilyenkor már megküzdöttünk egy farkassal, akkor jó eséllyel a teteme, tehát ugye előbb-utóbb el fog pusztulni. Fölmegyek így a magaslatra, és megpróbálok így innen körbenézni, mert most nem tudom, hogy hova futhatott ez a szerencsétlen. A tapasztalat sajnos az, hogy hiába kezdem el követni a vérnyomot, nagyon sokáig kell követni. És egyszerűen nagyon sokáig el szokott futni a bármilyen állat, tehát farkas, szarvas, mindegy. Tehát nem szokott így pár méter után összerodni. Ez is talán egy kicsit hiba a játékban, ott van, lehet, hogy ő lesz az. Ez is egy kicsi hiba a játékban, mert tehát ha már valakinek van egy valamilyen állatnak egy vérvesztesége, akkor az azért az elég hamar el szokott pusztulni. Tehát egy... ha csak nem felületi sérülés, ugye. De hogyha már valakinek így folyik a vére, az azért már eléggé leszokott gyengülni az állat. Illetve meg sokszor szokott olyan is lenni, hogy rálövök puskával, eltalálom, szerintem jó helyen is, és még akkor is, ugye nagyon sokáig bírja. No. Ezt még megnézzük azért ezt a állatot, mert láttam, hogy éppen jön visszafele. És ugye, na ilyenkor megint bejön az a szomorú, hogy lehetne akár ez a tetem, az a fekete akármi is a teteme, de valószínűleg ez a szikla. Tehát nagyon-nagyon-nagyon zavaró. Hát most megint nem látom. Szerintem elment arra. Álljunk csak meg! Álljájájájájáj! Ó, Zotya, ne csinálj hülyeséget! Kondíció 17%. A francokat megyek vissza. Meg fogok halni. 17%, még egy farkas támadás, valószínűleg nem fogok kibírni. Huhu. Hát ez elég szomorú. Hogy pont megtámadott az a hülye farkas, és úgyhogy nem vette föl a húst. Fölvettem én a húst amúgy? Oda mentem és fölvettem. Mindegy. És hirtelen azon gondolkodtam. Az első természetesen mindig az legyen ilyen esetben, hogy meggyógyítjátok magatokat. Mert amíg nem kötözitek be a sebet, addig vérveszteség van, a kondíciótok csökken, stb. Stb. Jó, elhúzott az a farkas valahova. És
És kontrollerrel még akkor is úgyis kihívás lenőni egy farkast, hogy puskával, mert ugye nekem egyszerűen nem megy az az irányítás, így hogy pláne, hogy farkas még cikcakba is fut. Itt egy nagyon picit ezen a Steam Controllerrel kicsit talán könnyebb, de a leges legjobb az az egér, tehát ezt aláírom megint csak, hogy szoktam én mondani, hogy én szívesen játszok kontrollerrel, de ebben az esetben, ebben a játékban megint a leges legkirályabb irányítás az azért az egér. Mert ott nagyon jól, szinte már természet fölött ilyen tudjuk követni a mozgást a prédának. Pihenni kell sajnos. Tehát aludni kell, pihenni kell, és a kondíciót vissza kell tornázni, mert legalább 50%-ra, mert így nem fogok túlélni egy farkas támadást. És bármikor ugye elképzelhető sajnos, hogy ez még elő fog fordulni. Ha jól tudom, ezeket a húsokat raktam le legrégebben, de most már ezeket is fölveszem. Nem érdekel a nyomorod. Több nincs itt, ugye? Ha jól látom, jó. És én azt szoktam csinálni, hogy itt a felsőben vannak most élelmek. Ide át szoktam még rakni, amit tudok. Azért, mert itt tudom látni azt, hogy például az a szarvashús, vagy farkashús, most tök mindegy, annak milyen a értéke. 100%-os, vagy nem 100%-os. És itt jobban tudom ezt figyelemmel kísérni. Mint a földön. A földön nem látszik. A földön föl kell venni a húst, és ott kell megnézned. Oké, mennyi hús maradjon nálunk? Ők maradhatnak. Van még itt ilyen 62%-os. Azt még rakjuk el. És a többit most magamnál tartom, már csak azért is, mert most pihenni fogunk. Jó, pihenjünk valamennyit, 4 órát, vagy 5-öt, tök mindegy. Át fogjuk aludni ezt a éjszakát. Ként, hát, na az a baj, hogy nem fogjuk tudni átaludni, pont ez az, mert nem enged aludni a játék, szemétség. Oké. Ó, és kint már megint dübörög az ég, vagy a szél. 61%-os, 54%-os. Szupi. Vizet is majd kell megint készíteni. Ó, azt a mindenit. Nagyon nagy problémák vannak itt, látjátok? Mit szólnátok ahhoz, hogyha van nálam bármilyen olvasmány? És akkor azt is látnátok most. Van, de én nem ezt akarom olvasni, hanem én már elkezdtem olvasni egy könyvet, és akkor inkább azt befejezem, és akkor látjátok azt, hogy például akkor ez, ennek is mi a menete. Nem egy túl bonyolult természetesen. Ez az. Na nézzük akkor. Nem. 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 Akkor melyik volt? Nem tudom, mindegy. Olvassunk. A gond még amúgy az, meg fogjátok látni, hogyha besötétedik, akkor az Istennek nem fogunk tudni olvasni. Látjátok, már vissza is dobta. Túl sötét van az olvasáshoz. Hát ez még a probléma. És ahhoz, hogy én fényforrást égesek, az nem jó. Nem tudom, remélem, hogy majd lehet csinálni például a állatok zsírjából ilyen fényforrásokat, tehát üzemanyagot, tudjátok. Nagyon remélem. Végsősorban úgy gondolom ténylegesen, hogy a játéknak az kell, hogy legyen a célja, hogy megéljünk a vadonból. Már fölébredtünk, és kipihentek vagyunk írtozatosan. Ilyenkor van az, hogy pihennünk kell. Pihenjünk mondjuk 4 órát. És
És látjátok, hogy ilyenkor a kipihent csík is megy lefele. Tehát, hogy majd megint ráalszunk. 6 órán át lesz még sötét. Szuper. Úgy kell időzíteni, hogy a reggeli órákba fölkelek, elkezdik olvasni megint könyveket, és addig egy kicsit megvárom, míg az idő fölmelegszik. 52% az ő a legkisebb. Szupi. Illetve még vizet kell készítenem. Jó. Hogy állunk a vízzel? Oké. Vagyis, hogy mennyire vagyunk szomjasak. 5 órán át lesz még sötét, próbáljunk 5 órát aludni. Lehet, hogy nem fog menni, sőt valószínűleg, hogy nem fog menni. Igen. 3 óránál már visszadobott. Én úgy gondolom, hogy aludjon már ez a hülye, tehát ne pihengessünk meg ilyen hülyeséget. Tudjátok, tehát ez is egy... Értem én, hogy reális akar lenni a játék, de húzunk már meg egy bizonyos határt. 3 órán át lesz még sötét, akkor aludjunk, vagy pihenjünk 2 órát. Még az a szerencsé, hogy ilyenkor is nő a kondíció, csak nagyon lassú mértékben az a baj. Oké, és akkor rápihenünk 2 órát. És akkor tűz... vizet készíteni. Elég is vagyunk. 55%, hát azért az is még egyszer szettünk, mert szeretném visszarakni magamat 100%-ra, de mindegy. Hol van itt a fa? Egy fa bőven elég lesz arra, hogy én készítsek vizet. Jó. És akkor most folyt köv. Come on, little fire. Bizony, kis tüzecske, rohadtul gyulladjál meg, mert nem akarok itt időt elpazarolni. Készíteni fogunk... az a baj, hogy megint egy órás időtartamunk lesz. Dögölnél meg. Nincs gyújtó folyadék, de miért nincs? Valószínűleg, hogy sejtem, hogy miért nincs. 1 óra, 7 perc, akkor maradjon így. És akkor gyorsan eldobok egy olyan cédrus rönköt, és akkor úgy 2 litert le tudunk gyártani. Csak gyújtsuk már meg azt a tüzet. Ez nagyon idegesítő szokott lenni sajnos, hogy valamikor képzétek el, hogy 3-szor egymás után nem gyújtja meg itt bent a tüzet. Ó, akkor szoktam a falra mászni és bémevegelni meg, gázni. Oké, szuper, nagyon örülök neki tenni. Aj, hogy ezt miért csinálja? Tudjátok, rendben van az, hogy valamilyen véletlen szám alapján ezt kitalálja, hogy na most pont éppen... Nézzük, ez már vicc kategória. Tehát, hogy véletlenszerűen nem gyújtsuk meg, de az, hogy már, ez már negyedik tűzgyújtási kísérlet, az már vicc. Ó, és csak megy vele az idő. Ami azt jelenti, hogy mindjárt ránk sötétedik. Snow if the hypothermia wouldn't kill me. Köszi. Rohadtul nem tudok vizet készíteni. Na most már talán... Hát ez ilyen, ez a mesében nincsen. Nézzük a gyújtóst. Látjátok, az a baj, hogy hiába váltogatom ezt, egyszerűen nem változik a sikeresélye, a tűzgyújtás esélye, semmi nem változik. Akkor változna, ha lenne gyújtó folyadék, de hát bentre, hagyd ne használjak már... Na, ezt nem fogom rádobni. Ilyen hülyeséget most mondjátok meg. Tehát, hogy így ezt rá lehetne dobni. Várjatok, van itt, ha minden igaz, sima könyv. Próbáljuk meg azzal. Nem. Fú, de jó, hogy rákérdezett. Tehát, hogy itt van. Na, jó. Hát akkor lehet, hogy ennyi kell neki. A könyveket én úgy tudom, mert nem is lehet szétbontani. A papírt, azt mondtam nektek, hogy az újságpapírt, meg az újság tekercseket nyugodtan szétbonthatjátok, mert mint láthatnátok, hogy egyáltalán nem, most nem szoroz, hogy most azt rakjátok be, vagy valamilyen más gyújtóst. Itt az a lényeg, hogy a könyvvel ugye ténylegesen hamarabb lehet begyújtani a tüzet, vagy könnyebben lehet begyújtani a tüzet. Még jó, hogy eszembe jutott. Így már a negyedik kapcsán. Oké. Na, gyerünk már! Cédrus! Oké,
két litert legyártunk. Az egy óra az nem szokott elég lenni, ahogy én emlékszem, tehát nagyon, nagyon, nagyon kapkodni kell így a egy órás és két literes legyártásnál. Jó, ennyi. Gyorsan iszunk, mert ugye ki vagyunk száradva, és olyankor is csökken szépen a kondíciónk. Jó. Éhesek is vagyunk. Nyugodtan együnk, mert természetesen a nálunk lévő súlyfelesleg, vagy súly, az csökken ilyenkor természetesen. Nagyon van, fiúk, lányok, hát akkor nézzük meg, hogy hány óra van. 11 óránál tesz még világos. Ezt miért dobtam le? Vagy miért nem vettem föl? Mindegy. Lehet, hogy majd mikor a puskát vettem föl. Oké, itt van. Melyiket kezdtem elolvasni? Az a baj, hogy ilyenkor ezt nem jelzi ki. Menjen a francba! Hát ez hülyeség. Na jó, akkor gyerünk. Négy, még egy óra. Jó. Jaj, bocsánat, most nézem, rosszul nézem, hogy a főzés, sütés, és akkor annyit fog ugorni, ha elolvasom ezt a könyvet. Jó. Oké, én voltam a banjoga, maharadja. Jó. És akkor elolvastuk, ki is írja, hogy a tanulmányozás már véget ért, ne is tudjuk rákatintani, hogy elolvassuk, és akkor igen, akkor például őt nyugodtan, mondjuk ide a többi könyvhöz ledobhatom, vagy akár magamnál is tarthatom, mert vegyünk föl még egy ilyen könyvet. Nézzük meg a súly, ide nem nincs is a súly, itt tudom megnézni. Ugyanaz, ugye? Fél kiló. Vicc. Igen. Akkor meg teljesen tök mindegy, hogy melyik van nálunk. Oké. És akkor maradjon nálunk egy könyv, hogy... vigyünk egy tűzgyújtó folyadékot. Itt van, ő az. Én úgy tudom, hogy mintha a petróleumnak is jónak kéne lennie, de nem. Tehát a petróleum, ő arra való, hogy... Arra való csak akkor úgy néz ki. De én úgy tudom, hogy mintha régebben lehetett volna vele... lehetett volna vele szintén ilyen tüzet meggyújtani. De ugye elsősorban arra való, hogy ezt a lámpát újra töltjük. Hogy most azt mondja, hogy van nálam ilyen... Pillanat? Ezt nézzük már meg. Van nálam marmon kanna? Vagy hát ilyen benzines kanna? Vagy csak az, mint piktogram raktak ki? Nem, azt mondom, csak mint piktogram raktak ki, jó. No, fiúk, lányok, akkor húzzunk. Oda akarok visszamenni ahhoz a leshez. És ugye a múltkori részben azért mondtam, hogy nincs megállás. Persze, hogy nincs megállás. Nekem azért nincs megállás, mert én már ismerem ezt a terepet nagyon. De aki most játszik a játékkal, annak persze meg minden lépést meg kell gondolnia. Tehát ugye, ott tényleg ne induljatok el rossz időben. Ha pedig menet közben rátok csap a vihar, akkor a lábnyomotokat kövessétek vissza. Tehát... lehet, hogy szerencsétek lesz, és beleindultok a vakvilágba, és pont kiukadtok valami menedékhelyhez. Vagy ugye legyen akkor nálatok hómenedékhez. Ezt amúgy föl lehet szedni, itt van ilyen gyékény. Ez jó gyújtósnak, és valamilyen nagyon minimum tápértéke is van ott annak a... Nem is tudom, melyik részének, a level részének, vagy nem tudom, melyik részének. Szarvas. Lehet, hogy meg kéne próbálni lelőni a szarvast. A szarvas a sok húst ad. Felénk jön. Guggoljunk le. Úgyis majd rá fogtok ti is jönni, hogy milyen távolságból kell már legugolni és úgy megközelíteni a szarvast. És ugye nyillal azért nehéz például bármit is elejteni, mert hogyha legugolva megyünk, nem tudjuk felajzani a íjat, de viszont puskával bármikor tudunk
ugolva is lőni. Ezért mondtam azt, hogy lehetőleg a lőszerrel takarékoskodjatok, mert azzal ténylegesen könnyebb lelőni bármilyen vadállatot, és lehet, hogy pont az éhhaláltól fog titeket megmenteni. Ó, hogy rohadjál meg! Ez a játék! És lehet, hogy... Lehet, hogy el se fogom találni. Lehetőleg várjuk meg, míg megáll. Állj már meg! Nézzétek meg! Ettől féltem. Persze őt elég jól eltaláltam ahhoz, hogy így valahol össze fog esni, de viszont. Ami még egy kicsit furcsa a játékban az az, hogy bizonyos területekre, bizonyos emelkedőn én nem tudok fölmenni, viszont az állat, egy ilyen sebesült állat simán fölkapaszkodik. Tehát vannak még következetlenségek a játékban, én úgy gondolom. És hogyha most például... Hát, merre fog futni? Most elvesztettem itt a nyomát, itt van arra le. Nem szoktam vele totojázni. Nulla fok a hőérzet, helyes. Nem szoktam vele totojázni, mert előbb-utóbb el fog hullani, és meg fogom találni a tetemét. Csak vissza kell sajnos ide jönni, tehát egy kis elpazarolt idő úgymond. De hát viszont, ha már lepazaroltam egy lőszert, akkor természetesen meg kell, hogy keressem a tetemét, mert hát... Ó, nézzétek csak! Ott már a egyik csapdánk már elfogott egy nyuszit. Jó, nem akarom most a szarvas keresni, gyorsan menjünk oda ahhoz a leshez. Lesihez egyrésztről szakel zuzmót is kell gyűjteni, ugye amelynek segítségével ugye jobb sebkötözőt tudok készíteni. És ez sajnos ez kell is. Nagyon komolyan veszi amúgy a játék a célzást. Nekem még nem sikerült rájön otthon. Ja nem, az nem az, bocsánat. Hogy korábban elhullott szarvas tettem el ezt. Igen, mert emlékszem, hogy mikor jöttünk a farkassal itt küzdeni, akkor már ott volt. Tehát szakázuzmot, meg amúgy mindent szedjünk össze. Mert ugye mindennek itt megvan az értelme, és ugye előbb-utóbb, nem tudom most, 1000 nap után nem akarok hülyeséget mondani nektek, milyen idő van. Egy fok, jó. Szedjük fel a varjútó... Na, bocsánat. Szedjük fel a varjútollakat. Kezdésnek, ha már van 3 nyilvesszünk, meg természetesen nyilunk, az már egy jó elindulás. Feldúlt szarvas tettem, semmi probléma, nekünk nagyon jó. És nézzük meg azt, hogy késsel vagy baltával hamarabb trancsírozzuk szét a szarvas. De ezt mindig nézzük meg, nem mindegy, hogy milyen hamar végzünk vele. Pláne amikor még tüzet is kell gyújtanunk mellé, mert éppenséggel annyira hideg van. Csipkebogyó, ugye csipkebogyó teát lehet belőle készíteni, ami nagyon jó antibiotikum hatású, ha jól emlékszem. Mintha ne lenne már nálam ilyen ott. Gyulladásgátló és természetes fájdalomcsillapító. Hát igen, antibiotikum, nevezhetjük. De inkább akkor maradjunk a gyulladásgátlónál és a fájdalomcsillapító hatásánál. A lényeg, hogy gyógyszer helyett is használhatjuk. És a gyógyszert még marad akkor későbbre. Tehát... Ez egy nagyon jó rész. És akkor ide benézünk. Nagyon, ott van a nyilvessző, már látom. Ó, de jó.
pad. Alatta ott van a lőszer. Ami nagyon jó. Van nyilvesszünk. Mert ha jól tudom, akkor már három nyilvesszünk biztos, hogy lesz. De még van egy hely, ahol még esetleg találni fogunk nyilvesszőt. Oda is elmegyünk. Ezek most már ilyen kisebb helyszínek lesznek, ahova el kell, hogy látogassunk. És még egyszer mondom, nagyon alaposan nézzetek körül, mert lehet, hogy a kis szemetek oda a láda mögé raknak be egy darab puska lőszer. Csináld itt a fesztivált. Amúgy még arra is elmehetünk, mert még arra is van egy barlang, ahol valószínűleg, hogy könyvet fogunk találni, vagy ilyen magazint. És az ilyen helyeket érdemes bejárni. És most mennyi az idő? 6 óra. Szépen elkezdünk visszafele menni a bázishoz. És... úgy, hogy ütközben akkor felszedjük ezt a nyúl tetemet. És akkor a nyúl prémet is... Ott a szarvasok? Farkas. Ó, legyél farkas! Legyél farkas, légy szíves! Ó, de szuper! Ó, de szuper! Ezt nagyon szeressem! Mindig nézzétek meg, hogy mennyi a hőérzet. Illetve... én most gyorsan eszek és iszok. Mondjuk... melyik ez mondjuk? 5. Oké. Azt ugye mondtam, hogy a csalinak tök mindegy, hogy most sült vagy nyers húsunk van, az a lényeg, hogy hús legyen. Jó? És akkor... Hey. Bocsánat. Egy picit. Úgy. Oké, és akkor... 2 óra. Jó. A kisebb. Valószínűleg, hogy a kést meg a baltát majd meg kell éleznünk. Erre is figyeljetek. Nem érdekel a nyomorod. Erre is figyeljetek oda, mert bizony ugye összefüggés van azzal, hogy mennyire hamar trancsírozzátok szét az adott állatot. Valószínűleg, hogy itt még fagyott volt a szarvas tettem, és azért kellett a balta. Jó? El ne felejtsétek fölvenni a... na... a hurokcsapdát. És... lerakni újra. Így né. Én pedig fölveszem azt a botot, mert... bot nekem még mindig kell. Itt is van. Ó, de szuper. Nagyon jó. Mennyi a... minusz 5? Oda kell figyelnünk most már. Vadászkés. Látjátok? Hűvös. Gyorsan bonsd már szét. Oké, és most már megyünk is vissza. Növekedett a skillem, látjátok? Úgyhogy csak csináltam a magát, a cselekvést. Jó. Nem érdekel, hogyha most már megtaláljuk a szarvast. Inkább visszajövök érte. Sőt, valószínűleg, hogy vissza is kell jönnünk ide, mert meg kell, hogy találjuk a szarvasnak a tetemét. Egy lőszert elpazaroltam rá. Amúgy valami olyasmit olvastam a játék célzási rendszerével kapcsolatban, hogy mennyi az idő? Hideg is van, meg még világos. Jaj, Amika, gyorsan. Meg még ugye a fénynyel is meg kell küzdenünk, és szeretnék még küzifát gyűjteni. Tehát, hogy mit is akartam mondani? Igen, hogy valami olyasmit, mint olvastam volna valahol, hogy a célzási rendszere a játéknak az olyan, hogy egy kicsit fölé kell célozni. Azért is volt most is az, hogy láttak, hogy egy kicsit, mint ahogy fölé céloztam volna. Legalábbis remélem, hogy visszanézem a videót. És akkor ott jobban meg tudom nézni a célzásomat, hogy volt-e benne hiba vagy nem. Amúgy meg lényegtelen, mert sajnos elő szokott fordulni, hogy úgy érzem, hogy eltaláltam, vagy jól becéloztam be. A vadállatot aztán mégse feküdt le. Pedig még nagyjából ugye a szíve környékére is célzok ilyenkor.
Nem volt rossz kör. Azt kell, hogy mondjam. Egyrészt, mert találtunk puskalőszert, másrésztről a farkastetemet megtaláltam. Harmadrészről nyilvesszőt is találtam, meg mindenfélét találtam. Na, hát ez jó kör volt. Amit még nem találtam, az viszont a nyíl elkészítéséhez szükséges juhar. Ha jól tudom, juhar csemete. És pedig még vissza kell jönnünk erre a helyszínre és a szarvasnak a tetemét megkeresni. Ha nem találjátok meg, akkor hagyjátok a francba, akkor azt írjátok be a veszteséglistába és kész ennyi. Nincs értelme beleküzdeni. Lehet, hogy majd valamikor mentek arra fele például, és lehet, hogy akkor pont meg fogjátok találni. Persze nem pont azon az útvonalon, ennyi idő elteltével már azért a szarvasnak, ugye már el kellene, hogy pusztuljon. Tehát ennyi idő alatt. Másnapra pedig kimondottan már el kell, hogy pusztuljon. Nézzük meg ezt a... Nem a szikla lesz, az nem fa. Itt szokott még fa leesetben lenni. Aj, necces, necces. Van egy trükk. Nem tudom, hogy az még éle. Ezek sajnos nem olyan erős faágak, csak botot tudnánk lebontani, az meg nekem nem kell, mert inkább így felszedem őket egyből. És ha jól látom, akkor itt nincsenek olyan vastag faágak. Itt általában pedig szokott lenni, de hát most nem. Nézzük meg itt ezeket? Nem, egyik sem. Akkor egy kicsit távolabb kell mennünk. Mert itt általában meg szokott lenni. És akkor föl tudjuk szedni azt a... Hát lesz egy kis faágunk. Vagy farönkünk. Fe. Ott van. Persze azért figyeljünk oda. Itt van. Nos. És akkor van nekünk egy olyan kis trükkünk, hogy... És ha minden igaz, akkor egy plusz hőérzetet ad. Nagyon kicsit az igaz, de talán pont elég arra, hogy most itt ezt feldaraboljuk. Oké, meg is van. El is oltjuk, mert ugye ne legyen a... Tehát ne feleslegesen ne fogyasszuk a lámpa üzemanyagát. Na, hát akkor ezzel is meg volt most az. Mennyi időnél járunk? Lehet, hogy most nap végére akkor... tehát, hogy a következő napnak már itt akkor nem állunk neki. 43 perc van, nem akarok itt... nagy órás részeket fölvenni, vagy sok órás részeket fölvenni. De még holnap reggelre... Illetve még, bocsánat, tehát az, hogy még itt most mi végeztünk... Az nem azt jelenti, hogy le is fekszek aludni, hanem... fölveszek azért egy cédrus tűzifát, hanem most még elkészítem a húst, amit felszedtünk. 60% az esélye, próbáljuk meg, kus legyen. 60% az esélye, próbáljuk meg, ha nem sikerül, akkor a könyvvel fogom rásegíteni. Aztán még egyszer mondom, hogyha már nagyon magas lesz a tűzgyújtási skilletek, tudásatok, akkor természetesen mondom már, gyújtósra sem lesz, köszi, sem lesz szükségetek. Na nézzük akkor őt, csak hogy ne úgy menjen az idő ezzel. Amúgy meg természetesen én el szoktam itt vele tökölni, tehát hogyha harmadszorra gyullad meg, vagy negyedszerre, nem érdekel. Come on, little fire. Azért egy picit érdekeljen titeket, megint mondom, hogy ilyenkor, ha nem sikerül meggyújtani a tüzet, elveszítitek azt az egy darab gyufát, amire meggyújtjátok, és a gyújtóst. Értelemszerűen a könyvet, amivel a tüzet, na sikerül, a tüzet fölcsinálhatok, az természetesen nem veszik oda, mert nem sikerül meggyújtani a tüzet. Jó, gyorsan rádobunk tűzifát, a lámpát eloltom, és akkor most elkezdek sütni.
Illetve valószínűleg, hogy szünetet kell tartani, mert ki vagyunk száradva és még éhesek is vagyunk. Akkor legyen először a vízgyártás. Lehetőleg legyen azért tartalék vizetek, tehát hogy előbb-utóbb el fogtok jutni arra a szintre, amikor már, mit tudom én, tehát 5 liter vizet ne cipeljetek magatokkal, mert felesleges. Akkor rakjátok le, valahol, itt, hát általában a bázison, rakjátok le, és akkor legyen, akkor itt lesz tartalék vizetek. Ez az. Jó? És akkor vissza. 44 perc, valószínűleg, hogy rá kell dobnunk fát. Jó. Jó sok húsunk van most. Szupi-szupi. Megint egy kicsit elhárult a fejünk föl az, hogy ilyen fogunk halni. És akkor egy kicsit lehettek bátrabbak, egy kicsit ugye akkor bejárjátok az adott régiót, az adott helyszínt. És bocsánat, nagyon fontos, ne felejtsük el, hogyha ki van rakva, megint kell fa, tuti. Hogyha ki van rakva a nyúlcsapda, azt mindig ellenőrizzétek. Ugyanis, ha nem ellenőrzitek, akkor... és nem szeditek föl a nyúlcsapdát, tehát hogyha nem néztek rá, nem szeditek föl a nyuszit, és nem mentek oda napokig, akkor egyrésztről ugye a maga a nyúltetem is ott tönkre fog menni, másrésztről maga a nyúlcsapda is tönkre fog menni. Tehát ilyenkor, ha úgy gondoljátok, hogy már nincs szükségetek több nyúlhúsra, vagy nyúlbundára, vagy bármire, akkor szedjétek föl a csapdákat, és hozzátok haza. Jó, még valószínűleg, hogy fog kelleni. Cédrus. Úgy. És ugye még, amit mindig el szoktam mondani a régebbi videókban is, hogy amíg van tűzünk, azt használjuk ki. Attól ne ijedjünk meg, hogy most már csak 6 óránál lesz még sötét, 8 óránt fogok aludni, és utána... ott 5 is megcsináljuk. És utána... addig legalább fölmelegszik az idő. Tehát nem fogunk amúgy sem korra reggel kimenni sehova. Jó, mi van még itt, fiúk, lányok? Semmi. Van még 35 percünk, akkor egy liter vizet le tudok gyártani. Tehát ugye ezt is mondtam, hogy amíg van a tűz, azt használjuk ki, ha más nem, akkor vizet készítsünk. Látni fogjátok, hogy ez a... így, voilà, ez így pont elég volt arra, hogy azt az 1 liter vizet elkészítsük. Jó. Oké, még nem is vagyunk olyan túlterheltek. Nem szoktam ilyenkor lepakolni a húst, majd reggel. Átnézem, szortírozom, mi az, ami magunknál kell, hogy legyen, mi az, amit berakok, mint húst, tudjátok. Jó. Nézzük meg azt, hogy... nem árt, hogyha eszünk és iszunk. Ilyenkor az élelemnél rakjuk be ezt, és akkor... Ajajajajaj, 14%. Na, nézzük meg. Tudjátok, múltkor az a 14%-os valami konzert, azt hiszem 14%-os volt az is, az már romlott volt. Na most megnézzük, hogy itt most mit fog mondani a játék. Basszus, ételmérgezés. Azt a mindenit. Nem van. Hogy dögölnél meg. Jó, oké, vágom, akkor ilyen 20 alatt itt már nagyon óvatosan zabáljatok, jó? Jó, ez marad Csalinak, és akkor megeszünk itt egy húst, meg iszunk, és akkor megpróbáljunk meggyógyítani magunkat, mert ugye mérgezést kaptunk, tehát hogy itt ilyenkor ez az. Oké, és akkor aludnunk kell. Ami tök jó is lesz, mert pont éjszaka van. 8 órát fogunk aludni. Viszont a gáz meg az, hogy ilyenkor ha minden igaz, akkor hogy szokta ezt nevezni a játék? A kondíció az nem növekszik. Ilyenkor sajnos. Nézzük meg, hogy állunk. Még 2 órát kell aludnunk. És akkor gyógyulunk ki az ételmérgezésből. Igen. Jó. Eszünk egy nyuszit.
Oké. És iszunk. És alszunk pontosan 2 órát. Jó legyen 3, hallom, hogy kint fúj a szél. És akkor itt lesz vége ennek a videónak. 50 perc. 50 perc, és... Oké. És akkor innen fogjuk folytatni. Jaj, de buta vagyok, lerakhattam volna a prémeket. Oké, hát akkor most rakjuk le a prémeket. Ez megint egy valamilyen szinten egy elpazarolt idő volt, mert az alatt, az éjszaka alatt nem tudom hány százalékot száradt volna a prém. Így meg igazából meg semmit. Jó, esetleg még valami, most hirtelen semmi, a hulladékfémet nem oda rakjuk, hanem hova szoktam ide dobálni őket ide, ugye? 5. Van egy nyilvesszünk, ami 70%-os. Maradhat ugye nyugodtan nálunk, mert nagyon keveset foglal. És ha minden igaz, akkor itt van 2 nyílhegyünk. Igen. És már nagyon sok toll. Az tökéletes. Itt pedig már nyílvesszőt már tudnánk készíteni. De... Hát minek? Tehát, hogyha majd nagyon ráérünk és nem lesz tennivalónk. Ugyanis nyílunk még nincsen. Értitek. Oké, fiúk, lányok, még gyorsan ránézek akkor megint, hogy... Mi az, amit itt... már tudom, hogy mit kéne csinálnunk. A húsokat szortírozzuk. Ó, ott van egy 46%-os hús, azt már át is rakom. És akkor itt viszont... Hol van az élelem? Itt. Meg átrakom a nagy húsokat. Figyelek arra, hogy az ilyen fél kilósat azt nem rakom át, azt inkább magamnál tartom. Őt viszont átrakom. Őt már nem tudom átrakni. Akkor megyünk ki egyen lejjebb. Oké. Gyorsan átrakom, hogy a élelmiszereket lássam. És akkor 5 nem. Ő is marad. Ezek ugyanis nem sokat foglalnak el, mint súly. És valószínűleg, hogy meg is fogom őket enni. Hamar. Állj! Még amit még majd meg kell csinálni, de most már nem fogom ezzel húzni az időt. Az például a ruházat átnézése. Sőt, ahogy látom, hogy van nálunk egy kesztyű, amit nem raktam le. A ruházat átnézése és javítása. Ugyanis most már küzdöttünk farkassal, és mondom, hogy olyankor mindig egy kicsit romlik a ruhának a tartósága. Nem is beszélve arról, hogy hogyha nem is harcolunk senkivel, de úgy önmagában is természetesen nagyon picit mindig romlik a ruhának a tartósága. Jó? Tehát majd... Ez reményeim szerint nem fogom elfelejteni, és ezzel fogunk kezdeni. És akkor mondtam, hogy nagyon egyszerű úgy menteni, hogy vagy alszunk egyet, de én most nem akarok már ott többet aludni. Ó, nagyon jó! Rossz idő van, de az minket majd nem fog visszatartani semmitől, mert mennyi az idő amúgy? Mármint, hogy nem a játékban, hanem itt a valóságban, jó. Mert ugye úgyis a ruházattal fogunk kezdeni. És akkor most megtörtént ugye a mentésünk. Szépen kilépek a főmenübe. És akkor elköszönök tőletek, ennyi lett volna akkor ez a rész. Még mindig van mit tennivalónk. Most láthattátok azt, hogy kell csapdát elhelyezni, milyen kis trükkje van neki. Lehetőleg olyan helyre rakjuk le a csapdát, ahol nyulakat is látunk mászkálni. És hogy akkor, ha viszont már ezt lerakjuk a csapdákat, azt mindig ellenőrizni kell. Tehát mindenféleképpen másnap oda kell mennünk, és be kell gyűjtenünk a nyúltetemeket, és a csapdát vagy újra lerakni, vagy pedig, ugye, hogyha nem kell, akkor semmiféleképpen sem hagyjátok ott, hanem vigyétek vissza a házba, és rakjátok le valahova, mert kint tönkre fog menni.
Reményeim szerint... Igen, tehát, hogy ruha menedzseléssel fogunk indítani, meg még nagyjából átnézem, hogy mi van még ott nálunk, és utána reményeim szerint megmutatnám a horgászatot. Jó? Csak legyen eszembe. Köszönöm szépen a figyelmet, fiúk, lányok, remélem élvezhető volt. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!